termelők magunknak, ugye úgy nézett a helyzet, hogy agyárakat, avázokat szétbaszták, ugye magyarul még mondva, mert nincs mellékbeszéd. Olyan ember irányítja a kormányt, aki egy alapba végpad, tök hülye marra ember hozzá, itt vagyok 65 éves betöltöttem, azt mondja, mikor kicsi voltam, 32-ben születtem, 44-ben bejöttek a ruszkik, akkor is cserét voltam, anyámmal voltam, azért most megint jutottam. Most ma holnap nem tudom, hogy kapunk egy nyugdíjat, most ez van. Most ilyen járadék, olyan járadék, bassza még a jautis anyját vele együtt, így mondom, nem hozzon, nagyon megsérjett máma reggel, az a szarnadrát, ott akkor legyen úgy, uram, legyen úgy, hogy vessenek ki, mert én is azt mondom, a többiek mondja, hogy adó tényleg fizettek valamikor, minél másod. Te olyat, amit értünk, van ez a rohadt fél, ha már erről van szó, ott akkor ki tegye utána, aranykora után, melyik mit ír, ott ahol, ami arra képes arra. De nem úgy, hogy elvetem már most a kis kukoricát majd, ha el tudom egyáltalán, mert hiába dolgoztam 39 éjjel, nem kapok nyugdíjat a pánfaszási, ahol egyébként tartsam magam, mert 12 000 forint gázszámla, mert fél van kavarva, rohagyjam még az óra megyet, de nem melegít. Így néz ki, de ezt megmondja mindenki. Ott akkor kukoricát megveszünk, hát hogy fizessek én minden hónapban, vagy a másik fele barátom nem tud, az amikor majd lecsíveli, vagy a jégy el nem veri, vagy el nem fagy, majd akkor tud fizetni.